Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a The Pit folytatása. Legutóbbi alkalommal eljutottunk a szerencsés vagy szerencsétlen 13. szintre, és egyből egy mérgezett beteg medvét találtuk. Mindezt úgy, hogy különféle erőforrásaink jelentősen megfogyatkoztak. Talán a legjobb, ha ezzel próbáljuk lőni, persze mert kicsit problémás. De ha megteszi nekünk azt a szívességet, hogy ott kolbászol, akkor ezzel nincs bajunk. Remek. Igazán hagyhatott volna egy adag. Wow! Nos, egy féregjárat csapdára sikerült lásétálnom. És egyből két szinten lejjebb találtuk magunkat. Hó! Itt a feljáró, tehát oda kéne eljutnunk. Egyáltalán nem akarok megküzdeni ezzel a 15. szinttel, úgyhogy van még egy 14. és egy 13. is út közben nekem. Elképzelni sem tudom, hogy mennyi ennek a HP-ja. Hogy a? De mondjuk legalább szintet léptünk. Ezt egyet nem tudott egyszerűen kirajzolni. Na, a jó hír továbbra is szintet léptünk. A rossz hír továbbra is nagyon messze vagyunk a 14. szinttől. Ennyi HP-nk van még, 140. Wow. nem. Remek. Hatvan. Remek, eddig oké. Eddig húztuk szintlépésből.
Remek, 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 remek. Pisztoly. Puska. Foraging. És lakik, mert az ajtókat ki kell tudni nyitni. És visszafele megyünk, igen. Mert még a 13. szintet sem terítettük föl. Ennyire sérült az a kerozin? Jó, az nem vészes. Anélkül valószínűleg jó néhányszor meghaltunk volna. Na, remek. Találatban volt. Ó, ezt meg nem javítottuk meg, vagy javítottuk, töltöttük fel. Szerencsére egy lövés már elég volt. Tíz high caliber round. Az azt hiszem a kerozinhoz kell, ugye? Igen. Skeletal human, ezt most ott hagyjuk, ha magától nem indul el felénk. Au. Azt viszont föl kéne szedni, úgyhogy ahhoz kell egy új hely. Mit tudunk eldobni? Mit tudunk eldobni? Anno Reconstructor biztos nem. Jó, ezt a 40 kaját. Ó, és egy maci. Meg kell azzal a macival nekem küzdeni? Igazából nem. Azzal kell nekem megküzdenem. Továbbra is lassítva vagyok. Jó. Tár. Ó, még egy maci. És azt muszáj. Kezelni. Viszonylag olcsón megúsztuk. Ezt tárazzuk. Ó, remek, ott valaki van.
Van hely arra a gránát? Jó helyen van az a gránát, majd visszajövünk érte. Visszaküzdöttük magunkat erre a szintre, és ezt az egész szintet most küzdhetjük le újra. Sima laborpatkány. Oké. A laborpatkányt azt lezúzzuk. Stone Mole. Ez egy veszélyes állat. Mint látható. Hú. Viszont... Jó, azokat nem tudjuk használni, itt tudunk csinálni egy szemicset. Azzal kapunk egy biotekhet, már ha sikerül. Szemics 75, 25 meg 50-ből, tehát igazából nem csinál semmit, viszont kockázat nélkülivé teszi a sima húst, így egy egyszerű mozdulattal. Tudom készíteni egy Stink Witch-et. Ez elég nehéz, ha jól emlékszem, jaja. Reméljük nem szúrjuk el. Száz helyünk van. 150, úgyhogy exotic protein természetesen, amit fölkapunk. Tudunk. Ó! Animal goop. Nem túl valószínű, hogy sikerül, de összejött. Mire jó? Ez a csoda. Pszionikus töltésre alkalmas, és némi zsír. Tudunk belőle készíteni bázispasztát, vagy tudunk csillagbékent. Ó, és ez kompjútert növel, zseniális. Ilyen olcsón még számítógépes használatot nem növeltünk, bár komolyan érdekel, hogy milyen kapcsolat van a Bacon szalonna és a számítógép használat között. No, és Bacon and Eggs nem túl komplex, tojás és bacon kell hozzá, meglepő módon. No, hát azt a legvégére kívánom hagyni. Olyan jutalomfalatnak. Hello, Albino! Egyre bonyolultabb itt a dolgok, de a Bacon and Eggshez megvan a tojás. Kezdek kifogyni a különféle dolgokból. És főleg a helyekből.
az ötös szintű mérget azt inkább csökkenteném, de első alkalommal nem jött ez össze. Viszont így van helyünk erre a hufnatra. Valahol egy nagy állat szenved, komputert fejleszt, úgyhogy akkor ezt egyenként fogjuk elkövetni. És ezzel gyakran felhozzuk a komputert a maximális szintre, ameddig tudunk tanulni. Ha minden igaz. Nem, még mindig tudtunk tanulni. Ha 45-öt ír, de valójában 35 a base skillünk, és az, ami számít. No, mit tudnak ezek? 20 kaja, és némi healing. Ez egy jó kombó. Annyira nem fontos. Ho-ho-ho, egy zárnyító eszköz, egy rendes zárnyító eszköz. Ratpod az nem igazán érdekel. Tudnék készíteni egy ilyet, de hát az nem opció. Kitin páncél. Szem egy vagy két kiti nem van? Vagy egy se? Egy se az... Álmodtam, vagy valahol elvesztettem. Diagnosztikai chip, de ahhoz nincsen meg az alapeszköz. Ennyi mindenből lehetne egy puskát készíteni. Ha bármelyiken meg lenne hozzá, milyen jó lenne? Lehet flecsetet készíteni, ez mondjuk érdekes. Handstunner, heavy silencer. Gyógycsomag, de nincs antibiotikumom. Ilyenem van, kéken van, bindingom van, csak antibiotikum hiányzik. Pedig az hasznos lenne. És ez lenne a legjobb, a lifter pack, ez ad némi extra helyet. Nincs nanovájerem, ilyenem van, energiacellám akad, és ilyen composite cloth-om sincs. No, hát alapvetően mondjuk a Razor Fist is egy jó eszköznek tűnne. Hát se baj. Ez mind-mind hasznosnak tűnik, csak éppen nincs miből készíteni. No, akkor haladjunk ebbe az irányba vissza, ahhoz az előbb felrobbantunk. Ott dupla maci. Ez remélem ugyanaz, amelyik az előbb. Jelentősen föl daraboltunk. A heavy claw-ra annyira nem vágyom, de a kaja az igen, az érdekel. Hogy melyiket vagyok hajlandó azért feláldozni, azt még nem tudom.
Az animo goop ez nem túl hasznos. Wow, mit. Azt igazából kukázom, mert tényleg haszontalan négy nyers hús. Na, az nyerő. Mindkettő talált volna. No, tárazzunk. Itt is, mielőtt ezt belefutunk, hogy ha lenne lőszerünk tárba. Rifle, high caliber, és még rifle. Pedig annak lesz helye, az nem kérdéses, hogy annak lesz helye. Ó, rengeteg ilyen helyünk van. Az jó, mert abból lehet elektronikát gyakorolni, ha más nem. Két mitokondriumot feláldozzuk. 36 lőszer és simán. No, hát akkor a puskánk az igazán jól érzi magát. Oh, hello. Egy cleanser, az mondjuk az jó hír. Mert akkor gyógyulunk egy csomót. És akkor belefér, hogy közel hadba megvagdossuk magunkat. Ennyi, hármat támad, az azért sok. Dobott egy pár cuccot. Tarka Warbred, többire nincs helyünk. Antibody, Heavy Claw és Specimen Body, az egyik sem tudom, hogy mire jó. És a Heavy Claw az nem nagyon érdekel. Valószínűleg nem olyasmire való, ami kell nekem. Arra visszatérünk, mert lesz rengeteg elektronikai eszközünk. És ez pedig stimulánsok. Na, lehetne például sharpening tool-t készíteni két heavy clawból. Kár, hogy ilyen razor teeth sincs. De ezt most el fogjuk használni elektronika upgrade-re. Minél több. Eddig bírta. Egyenre itt hagyjuk őket. XP-t begyűjtjük. Energiacella, jól hangzik. És most egy teleport aknára léptünk rá. Hát ez egy ilyen játék és kör most, úgy látom. De mondjuk a teleport aknával nincs bajom. Az csak szinten belül mozgat. Hó, nem tudjuk aktiválni. Nem tudjuk aktiválni. Mert ez... Hoppá! Egy adaptoid. És egy ilyen szemét csóker.
De szerencsére, amikor meghal, akkor Sanyi neki. Ezt is el fogjuk használni. Ugyanúgy nagy számú elektronikai képzés. Oh yeah. Utána egy betegség járóka is. No, az ember az azért részélyes, és azért küzdöttem így, mert gránátokat dobál, ami nem vicces. Nagyon nem vicces. De egy cserébe gránátokat lehet tőle szerezni, ami viszont rendkívül hasznos. Jó, hát ezt nem fogjuk tudni használni. Két frag gránát. Azt a bogyókát is jó lenne pedig összeszedni. És ha jól emlékszem, a páncélt azt elvesztettük, vagy vagy valószínűleg összerobbantotta valamelyik, például az az őrült emberke. Nos, akkor annak vége ebből adódóan. No. Sparker. Mire lehet használni a Sparkert? Oda a Blunderbussba, de az semmilyen alapanyagom nincs Firebombhoz. Mondjuk az nem egy rossz kombó, csinálni még egy-két ilyen tűzbombát. Mindtrap nem érdekel, Purifier-t lehet belőle készíteni, ha lenne Pressure Chamber-em. De igazából nem kell, mert van. Ezek meg meghallják. Dorodobom. Not this time, buddy. Oh yeah. Hogy azt miért látom, azt nem tudom, de mondjuk nem annyira probléma. Az egy szuper nagy szörny. Több százas HP-ról beszélünk szuper nagy szörnyként. Nos, azért vannak az infusereim. Most van az egy infuserem. Ilyenkor megjavítsuk a páncélunkat. Az acétszek annyira nem érdekel, de a húsra szükségem van. Két tainted meat, azt be tudjuk tolni. Ilyen. Ja, be tudjuk tolni. Valóban 200 kajánk van. Kaptunk egy kis betegséget, de az nem tényező. És akkor van egy csomó safe meatünk. Valamilyen egyéb dolgokra.
Tározzuk be ezt is. Ja nem, tele van, csak nem láttam. Jó. Betegségünket lassan dolgozzuk le. Frissen megszerzett elektronikai tudásunk. Majdnem elég volt. Ballisztikai javítókészlet. Kettő ilyen nem is van, úgyhogy nem különösebben izgat. Na és hogy itt mi van, az egy jó kérdés. Oh, hello. Most akkor... menjünk közel hatba, óriás. Ellenféllel. Na, viszont azt az elektronikai brain-t, azt össze akarjuk szedni, cybernetic brain-t. Mint láthattuk, jó néhány alkatrészhez való. Ezt akkor droppoljuk. Még lőszer. Puska lőszerből viszonylag jól ellátott. Tak vagyunk. Most HP-ból már nem annyira. Hú, egy adagot a power-be is be kell tolni, hogy jobb legyen az ellenállásunk majd. És utána a might-ot fogjuk növelni. Több sebzés a közelharci fegyverrel, ezzel lehet, hogy nagyon-nagyon sok hely fogunk még küzdeni. Mechanikát húzom egy picit, foraging pedig muszáj, mert abból van a mindenféle kütyünk, például a innen. Remek, flecset, nagy kaliberű lőszer, fordítva jobban örültem volna, de hát a remény az, hogy előbb-utóbb lesz egy flecsezett tüzelő fegyverünk. Csak találunk egyet. Ami azt a nagy mennyiségű remek fegyvert használja. Neural netting. Nem is emlékszem olyan receptre, ami azt használná. No, bypass vagy cyber scrambler. Van némi esélyünk rá. És megdobtuk. No, a cyber scrambler egy viszonylag nagyot sebző fegyver, de a 10 az ne ugye meg senkit, az sokkal több kárt tesz, és ami fontos, hogy összezavarja őket, mindenféle random irányba kószálgatnak. Az egyik legerősebb eszköz a kibernetikus eszközök ellen, bogyókák ellen. Nagyon-nagyon hasznos. Na jó, ezt dobjuk, mert nem sok teteje van. És viszont a rendes zárnyitókészletet föl akarjuk hozni. Tudunk.
Bacon and Eggs. Sikerre jártunk. Ó, ha megtalálnám. 85. A tojás 25, a bacon 25, együtt meg 85. Igazán masszív. Befér? Befér az helyes. És nincsen más folytatása, úgyhogy nyugodtan lehet. Majdnem 50%. Még ez is sikerrel járt. Ancient Herbs. Az azt hiszem a főzőcskéhez jó lesz hosszú távon. Úgyhogy azt kéne pedig hozni, hogy mit dobok el érte, azt még nem tudom. Mert ez mind kell, amit itt látok. Mert semmit nem dobnék el szívesen. Na jó, ezt el lehet dobni, mert reménytelen, hogy összeszedjük az alkatrészeket hozzá. Tudok olyat, ami az Ancient Herb-el dolgozik? Nem igazán. No, hát haladjunk. Oh, hello. Én is a végtelen puska lőszerem. Valószínűleg ő volt a páncélom, amit annak idején nem tudtunk használni. No, hát ismét itt a 14. szinten. Itt már jártunk egyszer, mikor lerohantunk. Most egyenre ennyi.